mondta a függő cinege, ugye, hogy a fészke függ, nem maga a cinege. Gyakori megoldás volt egyébként, hogy azért függő cinege, mert függőlegesen áll a nátszálon, nem a fészek miatt, az nagyon különleges kis fészek. Vagy a komlóból, vagy a csalánnak a szárából, indájából készített körte a hím, aztán azt rakja körbe egy különleges zacskószerű formában. A trópusokon olyan is van, amelyiknek még itt a bejáratnál egy kis kapuja is van. Európában az egyik legérdekesebb fészek az összes madár között. Míg a többi cinege ugye oduba lakja, de hát elég kevés oduban most már természetes körülmények között kevés az öreg, ezért lehet segíteni rajtuk ilyen fészkelő odú kihelyezésével. Még a fészek figyelni a tájolásra, hogy itt a kis lejárat ülőkével, ugye ez dél felé nézen lehetőleg, ugye hideg szél benne fázzanak a jószágok. A közelebb jövünk, akkor pedig el lehet kukucskálni óvatosan, ott van bent a kis fészek, növényi részek, moha, gyakran állatszőrt gyűjtenek bele, azzal bélelik ki, ide rakja be a kis tojásait. Ha jó év van, akkor többszöri költés van, több fióka, ha nincs elég rovar, mert mondjuk hideg esős nyár van, akkor kevesebb bitód lesz belőle. Nézzel úgy lerögzíteni, lezárni, hogy a nyers vagy egyéb ragadozó ne férhessen hozzá, mert esetleg kifosszja. Hát kérem szépen, hogy tetszik kukucskálni? Jó, még nem mondtam soha, ugye? De hogy vannak olyan általános iskolások, akik képtelenek elmutogatni a feladatokat, ott voltam az esélyt, és kifogtam őket velük játszottam. Képzeld el, hogy mindent tudtak kapni. Madarak és fák aztán egy csúnya mondatot mondjuk ebben. Mesterséges odut csinálunk. Madarat helyeztünk el itt a erdősávban képeken. A madaraknál a kép alatt a neve is a madárnak megtalálható, tehát ha nem ismernétek fel a képről, amit nem feltételezek, az olvasás segítségével, olvasási segítségül lehet írni. 5 percetek van ennek a feladatnak a végrehajtására, a távcsövet tudok hozzá biztosítani, és van itt egy ilyen képzelet, egy piros vonal, ezt nem szabad afele átlépni, de ilyen irányba viszont szabad izgolódni. Aki elismert egy madarat, az hangosan mondja nekem, és akkor én behúzom a strigulát. 10 pontot lehet szerezni. Jó, rendben. Igen, és 5 perc, bele abba a spektívbe. Lehetőség van, igen. Igen, igen. Ezt nem csak a csillagokat lehet vele nézni. Igen. Úgy, igen. Én meg még nem néztem. Ja, de fel is tudjuk húzni, és akkor még ez itt nehezen használható, mert hogy túlságosan közel van hozzá az, amit nézünk, tehát ez egy messzebb néző távcső tulajdonképpen. Aha. Mondjuk úgy. De legúl. Mikor voltak nálad? Mert most ott van egy csoport a másikon, hogy ők erre jönnek-e. Tehát nem most volt nálad. Állítólag az esőesesek ügyesek voltak. Itt nem. Jó. Talán majd utolérjük őket. Ügyesek nagyon. Ügyesek? Jó. Hát a piciknek segített azért, mert
Jó van. Ne! Mekkora területen még a jelentőség? Igen, oda? Ott van az a hurok. És látom, közelebb vittétek a padot. Nem, azt hittem. Mi a művők a pad mögött? Itt, a padtól innen, és ők meg a padon túl. Igen. A Karimán. Thank you.
valamit van. Na látod, ez biztos, hogy el fogod tudni, mit tudom. Ugye? Na, aztán Látod, hogy mégiscsak összehozunk. Mert medve. Jaj, van.